Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Talantos utca 8. Az MD Média szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Talantos utca 8 című műsorunk első adása itt a Parallax és Retroverzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Állandó partnereimet is köszöntöm sok szeretettel, elsőként Gizur gergő szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! És Melon Attillát, szia Melon! Sziasztok, sziasztok, hallgatok. Mit jelent számotokra a szomszédok? A gyerekkorom két hetenti csütörtök estéjét, így az első gondolatban mindenképpen. Tehát, hogy ez volt az a műsor, nem mondom azt a sorozat, mert ugye teleregény, ezt tudjuk, amit mindig családosan, közösen mindig néztünk. Tehát ez, ez nem nagyon maradt ki. Ez volt az, ami gyerekként is lehetett nyugodtan nézni, ebben nem volt. Bár így az első részt ugye újra nézve azért voltak benne azért pikáns utalások, de ez volt az a, a műsor, ami tényleg az egész család nyugodtan nézhetett, és mi ráadásul mindig néztünk is. Tehát nem nagyon maradt ki rész. Nyilván nem emlékszem már rá, hogy, hogy melyik részben mi volt gyerekként, de azt tudom, hogy ez egy kétheteti állandó program volt csütörtök esténként, hogy szomszédok nézés. Én azt tudom, hogy az első évad az nálam teljesen kimaradt, mert én ilyenkor mindig nagymamáméknál voltam, és mikor a szomszédok ment, akkor mentünk haza a nagymamáméknál. <laughs> Úgyhogy az első évad az nekem annyi újdonságot tartalmazott, ahogy most így végignéztem, hogy magam is meglepődtem. De hát egyébként nem is beszéltünk évadokról, mert ez egy ilyen folytonos sorozat. Nem is tudtuk, hogy én akkor nem is tudtam, hogy van évad egyébként. De a szomszédokban amúgy nincs. Hát igen, csak éventel éventel lehet, hogy... Évente lehet azt úgy venni, igen, de... Igen, de eszemben nem jutott, hogy például a 13 éven átment, tehát ez így Teljesen kimaradt. De, de nekem is voltak egyébként új vonalak, új sztorik, amikre nem is emlékeztem, hogy Jézus hogy milyen volt benne. Azt mondtad, Gergő, hogy nem sorozat, hanem teleregény, és értjük, meg ezt tudjuk, meg ez egy ilyen megalkotott szó, így a, a szomszédokra vonatkozólag, de hát ez csak egy szappanopera. Ahogy egyébként ki is mondják a sorozatban, hogy ugye egy új sorozat indul. Igen, de ha jól emlékszem, ezt maga a horvát Ádám is, maga Kérte, nem kérte ki, mert nem, de ő maga mondta, hogy ez egy teleregény. A szóval, szóval sorozatnak persze lehet annak is nevezni, mert azért csak összefüggő. Azt gondolom, hogy amúgy nincs jelentősége annak, hogy ezt most teleregénynek hívjuk, vagy tévésorozatnak. Nincs jelentőség, hogy évekről vagy évadokról beszélünk, mert ez elindult egyszer, és véget ért egyszer, és, onnan, és a kettő között két hetente mindig csütörtökönként adásban volt a tévében, és óriási nézettséget produkált, ami nem csoda, hiszen nem volt más gyakorlatilag nézhető tartalom, de azt azért ne felejtsük el, hogy ez egy hat részes sorozatnak indult, és egy teljesen más jellegű sorozatnak indult, mint ami később lett belőle. Nem félt önmagára is kikacsintani a sorozat a későbbiekben, mert azért az első részeken belül teljesen érezhető a televíziózás akkori a televíziós sorozatgyártás akkori rákfenéje, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon jó színészek, nem nagyon tudnak mit kezdeni az adott karakterekkel és forgatókönyvvel. Nyilván nem gondolom azt, hogy most akkor bárki a kardjába dől, hogyha ezt nem teleregénynek, hanem sorozatnak mondjuk. most nem külbevésnek Most is, dolog is többet ez... beszéltünk erről, mint egyébként. Igen, szerintem. de, meg ez se, se, semmi gond, hát. de akkor is, ahogy te is mondtad, ez a mi generációnknak minimum, ez egy akkor is egy kultikus dolog, egy, egy olyan, tehát elbeszélte az aktualitásokat nekünk, tehát nyilván nem nekünk, hanem úgy ámblok mindenkinek, tehát beszéltek a rendszerváltásról, a politikai dolgokról, adóról, áfáról, csupa olyan dologról, amit így visszanézve felnőtt fejjel, tök érdekesnek tűnik, vagy tűnhet, hogy egy... Tehát mondj még egy olyan sorozatot, akkor nevezzük sorozatnak, ahol, Aktuál, aktuál politikai, közéleti dolgokról beszélgetnek, úgyhogy az most tényleg aktuális relatíve. Heti hír összefoglaló Light végül is ezekbe a részekben bele volt mindig kódolva, de ugyanakkor azért is, ugye az Ádám említette, hogy ez kult jelenség volt, tehát azért is volt ez egy kult jelenség Magyarországon, mert igazából valahol ez volt az első, ahol olyan karaktereket tettek fel a képernyőre, akikkel maga az átlag polgár tudott azonosulni. Tehát ugye, ahogy ezt nézte valaki a dallaszt, ott nem volt kivel azonosulni a magyar valóságból a 80-as években, mert nem volt. Tehát, hogy igazából valahol ennek is köszönheti a kulcs státuszát. Igen, mert belegondolszat, hogy ez jó. Tehát tényleg olyan foglalkozások van, hogy tehát nyomdász, pedagógus, ugye taxisofőr, tehát tényleg olyan állások vannak benne, nem az, hogy gazdag olajbáró, mint, a Dallasnál, vagy a Rencs tulajdonos, hanem tényleg abszolút átlag emberek, akik kölcsönből, vagy Janka ugye Uzsora kölcsönre veszik meg a kérót, és azokkal a napi szintű problémákkal küzdenek, amikkel nyilván a kisember is. Tehát mennyi lett a kenyér, Janka, a stb. stb. Szóval az elmúlt 36 év az azért, mintha nem változott volna semmi. Az első az első részben gyakorlatilag akár ma is játszódhatna egy új építésű lakótelepre, éppen beköltöző szomszédok története, de akkor már egy kicsit beszéljünk a karakterekről. Ugye legelőször az első részben vágási felítés, vágási útkát látjuk, hogy megérkeznek az éppen még kb. épülő gazdagréti lakótelepre. Konkrétan. És ugye ott rögtön a bőnbácsiból kitör a rasszizmus, ami diszkrét nagyon rasszizmus. nagyon hát, diszkrét rasszizmus, tehát hogy, és akkor. Ugye... Bocsánat, itt vágási feri megállapítja, hogy biztos a fülbe való miatt. A fülkarika, bocsánat, fülkarika. Már fülkarika. 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 akkoriban azért tegyük hozzá, hogy ez tényleg nagy... is és uh, jelenség volt, hogy, de a az, hogy te bőrkabádba fülkarikával megjelensz. Tehát te ott, ott tudták, hogy te itt, vaze vagy, tehát itt valami baj lesz. Ez akkoriban olyan lett, mint most megjelenne, mit tudom én, a bérbe akarsz adni egy lakást, és megjelenik egy punk csapat. Tehát akkoriban erre itt tekintettek. De végül odaadta a hát persze, mert hogy ki, volt náluk papír. Mert volt náluk személyi. Hozzátok melyik karakter állt a, és áll a legközelebb? Most a vágási közül? Nem, az a szereplők közül. Hát, az nagyon nehéz megmondani, de én nekem megmondom őszintén, a, a Takibácsi maga, hát az, hogy tehát baromi kevés, főleg ma nagyon kevés ilyen, ilyen, ilyen önzetlen jószívű ember van. Nem az van, hogy a férfi főszereplők általában túlságosan normálisak, a női főszereplők pedig idegbetegek, tehát hogy a, a a Magenheimnek a felesége, sírta hát a July a telefon, a telefon juli. Hogy, hogy zöld színű telefont kapnak az, az első részben, és nem Potány. fehéret. Ugye, azt azért helyezzük kontextusban régen várni kellett a telefonvonalakra, és nyilván, mivel mentőtiszt a, a nagyfehér, ezért ők nyilván hamarabb kaptak, ez nem feltétlenül valamiféle protekció, de ugye hozzájuk bekötötték a házba a telefonvonalat, és ugye, ez a ez a sztori, mert hogy ugye a mentőt bármikor hívhatják. De ez már a második részben van. Igen. Aha. Azért, hogy ezt nem kérde, ezt nem ez ne, ez lesz nehéz egyébként a szomszédokba kibeszélni, hogy annyira összekapcsolódnak a, első, a vényel, Az, az első részben semmi nem történt, hanem megismertük Beköltöz. a három családot gyakorlatilag. Ennyi. Hát, tényleg odáig tart az első rész, hogy beköltöznek, és az első vacsorát megeszik. És itt a vége. Megismerjük, megismerjük, a három fő családot, ugye vágási ékkal. kezdünk, vágási feri, ugye. De, de is megismerjük. Igen, tehát látjuk, nem csak Károly, mint vágási feri megjelenik, illetve vágási üdít a felesége, Ivan Csicsilona. Látjuk Bőmöt, ugye, aki a közös képviselő korábban, azt hiszem, könyvelő volt, őt Máriási József alakítja. Feri egyébként cigizik a lépcsőházban, tehát ezt így Meg a nem. is. Tehát a lakásban is. Tehát itt visszaköszönnek azok a kalambóféle elemek, amikről mindig beszéltük, hogy itt ez még simán benne volt. Nincs bárpult. Lá... Itt nincs hát, bárpult. Mert, mert ez nem az a hely. Ugye láthatjuk szőlősiéket is, akik ő, Jutkának a szülei. A, a, apja ugye egy nagyon jó menő fogorvos, és hát nem igazán van oda vágási feriért. Tehát ők baromi gazdagok, és még ugye az anyukája, Bánki Zsuzsa alakítja az édesanyját, Szatmár István az édesapját, az anyja sokkal inkább elnézőbb jutkával szemben, érdekli, hogy mi van vele, örül, hogy beköltözhetnek az új lakásba, nyilvánvalóan csúran cseppen némi lóvé is, csak ezt nem mondja el, addig, addig az édesapa nem igazán van oda. az egészért. A feriért, és ezért a, a saját lányáért sem. Tehát konkrétan telibe szarja. a lányát lényegében, ugye a feri miatt. Így van, és konkrétan ö, szarházinak nevezi. Azért szőlőségnél, azért jó mód volt, tehát Sony tévében ben ö, Kudlik Juli vezette fel a szomszédokat, mint új sorozatot. Igen, és itt a szőlős ki is akad, hogy na már megint egy jó De én, én ezen például egy kicsit fönnakadtam ezen a, a sztorin, mert hogy egyrészt azért ezt a no jó módot, ezt azért vitatnám olyan értelemben, hogy nyilván jobb módban éltek, mint mondjuk az átlag magyar, de... Szóval azért az nem egy kacsalábon forgó palota egyrészt, másrészt meg a csávó miért van úgy oda, hát mit, mit, akar nézni a tévébe, beszélő fejeket, parlamenti közvetítés, komolyan mit akar nézni a tévébe, ha nem sorozatot? Mert ott még lefitymál egy kedden jelentkező sorozatot is, amit fogalmam sincsen, hogy mi volt. És én se. Hogy, hogy ő mit várt a tévében, azt, azt, Figyelj, ott már, ott már, ott már szerintem lehet, hogy az írók, vagy az írók már arra utaltak, hogy az átlag ember mennyire rohadtul unja ezeket a hülyes sorozatokat. Nem tudom, kicsit túl, úgy érzem, hogy egy kicsit túlért, van egy generáció, és mi vagyunk az a generáció, aki kicsit túlértékeli a jelentőségét a szomszédoknak, és szerintem beszéljünk erről is, ne csak, ne csak imádjuk Jó, ezt a sorozatot én, egy kicsit akkor most had ellenkezzek veled ezzel kapcsolatban, az írásnak azt a részé, az a része szerintem teljesen jó, ahogy a karakterek vannak felépítve. Erre az egészre van felépítve, az látszik, hogy igen, és találja meg bennem mindenki magát. A postás Józsi, a házmester, a taxisofőr, és ezt gyönyörűen hozza, tehát, hogy valószínűleg ez egy, vagy egy elvárt rész volt, vagy egy akarat volt, de ezt tökéletesen hozza szerintem. Nem, én nem tudom, én sem tudok veled egyet érteni Ádám ebben, tehát hogy most értem én, és tehát tényleg vannak benne olyan ö, megvalósítások és olyan dolgok, amiket tényleg egyszerűen, egyszerűen kínos. Tehát ez a jó szó, hogy kínos. Kínosan rossz egy képbeállítás, egy megvalósítás, egy bármi. De nem érzem azt, hogy páros lábbal kellene így beleszállni. Abban lehet, hogy van igaz, hogy mi ezt kicsit túlhájpoljuk. Na de mutas már még nekem olyan dolgokat, amiket nem hype túl, akár a mai dolgokból is a mai generáció. Tehát nyilván, nyilván mi túl hype valószínű, ez, ez nem egy olyan remek mi, amit Emi díra kéne jelölni valószínűleg, ebben, ebben nincs vita. De Azért hype talán tényleg túl, mert a mi fiatalkorunkat, felnövésünket, tök mindegy mit, ez végig, végig, kísérte, és szinte végig narálta az életünket olyan szempontból, hogy a körülöttünk lévő virág, világot dolgozta fel. És lehet, hogy akkor te még mondjuk, most mondok, hogy 8 évesen erről neked fingod nem volt, de utólag visszanézve én nekem egy tök sokszor tényleg érdekes dolgokat véltem erre mind Mindazon által persze voltak benne uh, gagyi értelmetlen dolgok, de úgy ámblok önmagát. Ez a 13 év szerintem sokkal inkább pozitív, mint hogy negatív lenne. A képi megvalósításban viszont abszolút, abszolút van igaza, tehát nagyon sok olyan ö, képi megvalósítás van, még nekem is, aki nem vagyok, a, ami amire azt mondom, hogy gáz vagy. De az is lehet, szóval nehéz, mert ma azért 30 ennyi, ennyi év után ö, nem tartom fernek. Tehát, hogy ezt, ezt, akkori fejjel kéne nézni, most 87 van, még a hajunk is olyan retro, stb. stb. hogy ezt úgy nézzük, hogy, hogy ab, abban, mert most persze itt a telefonod a jobb képet veszel fel. Ami nekem nagyon pozitív, és az pont az első részben is feltűnt, hogy nekem nagyon tetszik, hogy mindig valós helyszínekkel dolgoztak. Tehát én, jó persze, én egy hülye vagyok, ez, ez vitathatatlan, de én például imádtam azt, hogy az akkori buszok mentek a háttérben, tehát azok a régi kis Icarus 260-as ráncajtósok, hogy tényleg felszálltak arra a rohadt buszra. Tehát meg volt az a hangja, az a csörömpölés, tehát, hogy ezekre úgy odaadtak, nem az, hogy egy műanyag stúdiót felépítettünk, hanem tényleg ott voltak a lakásban, tényleg felszálltak a buszra, tényleg csörömpölt, imádom. Sőt, néhány buszos szerintem még az is látható, hogy igazából azok nem statiszták, mert egyik másik itt néz, hogy hova a francba kerültem. Tehát nekem ez, a, ez, ez, tetszik, hogy tényleg itt, itt nem, nem műanyag van. Hanem, hanem tényleg azt látod, hogy ha ott megy az a rohadt ifa, akkor ott megy az ifa, imádom ez a részt, és főleg így ennyi, ennyi tehát én imádom ezeket a cuccokat, nézeket a régi autókat, minden. Jó, akkor beszéljünk az első részről. Tehát megérkeznek vágási felék, meg van a lakás. Megismerjük őket. Megismerjük őket, és megismerjük a többi szereplőt is. Mielőtt még a többi szereplőről, ugye még a vágási egy ugorunk, azért Jutka nénénél laktak, ugye, akit Pásztor Erzsi. Janka néni, ja, bocsánat. Jan Janka néni, nem Jutka. Janka néni, aki most én ezt eddig nem tudtam, tehát ő Jutka apjának a nővére, egész pontosan, és ugye nála laktak. Pásztor Erzsi, már mondtam, a, a világ egyik legdurvább karaktere. Szerintem. Tehát szerintem mindannyiunk az első nap után egy kanál folytaná meg. Legalábbis én úgy vagyok vele. Tehát ez az önsajnáló, mindig uh, borzalmas. De ahogy a Pásztor Erzsi játsz, gyeng egyszerűen... egy szociopata Igen. a alkoholista a nagynéni, tehát... Pásztor Erzsi játéka egyszerűen zseniális. Óriási. Nem tudok tényleg másra mondani, én azért, hogy a, amikor Janka néni szerepelt, mindig gyűlöltem, mert utálom magát a karakter, de imádtam a Pásztor Erzsi miatt, hogy őt nézhessem, hogy megint milyen jól adja ezt a szemetet. Nem tudom, én annyit láttam, hogy annyira borzasztóan nehezen választom el a kettőt egymástól, tehát hogy sajnos ez az a helyzet, ahol nehezen tudom megítélni a színészi játékot, mert olyan szinten ömlött belém, ugye ez a szociopata Mert jól csinálja. Van. Persze, tehát oké, ez nagyon jó hozza a karakter. Ugye jönnek Takácsék, akikről már ugye félig, beszéli, meddig beszéltünk, ugye Takács István, Becereve Taki, aki nyugdíjas taxis, azt hiszem, hogy volt valami igazságügyi szakértő, vagy mi a bánat is, tehát hogy elég sok mindent csinált ő régen, autószerelő is volt. Minden, ami autós a dolog szakértő. Ő Minden, ami autós dolog, azzal ő foglalkozott, őt ugye Zente Ferenc alakítja, beszéltünk, hogy jó színészek, Takács Istvánné, alias Lenke néni. Ő Komlós Juci, illetve van nekik egy unokájuk, aki velük lakik, őt Fehér Anna alakítja, és a karakter egész neve pedig Niski Alma, és ő idegen Ők ugye a takácsék. Az ő történetük nagyon egyszerűen annyi, hogy ők egy kertes házban laktak, és az m 0 építése miatt beszántották a házukat, és hát nyilván felajánlottak nekik egy panelt ezért, hogy hát elveszük ezt a kis házat telekkel, mert itt fog épülni az út, és cserébe kaptuk egy panelt, és igazából Lenkenéni az, aki az első pillanatok kezdve, legalábbis itt még, ezt nagyon ellenzi, ő nagyon nem akar oda költözni. És ezt gyakorlatilag nagyon sok idő el is megy a, a, az első részben ezzel, hogy ezt taglalják, hogy a, taká, a taki meg az alma el van, őket nem különösebben zavar, de Lenka az teljes depresszióban van. Sőt, igazából, ugye megpróbálnak minden módon ármánykodni, hogy akkor még a kutyát magukhoz, Igen. magukkal viszik. Itt egy csak álljunk de... meg ezen a kutyás témánál mert ugye az a ugye kertesházból lakótelepre, és ezért nem viszik a kutyát, és köti is az ebet a karóhoz a lenkenéni. Micsoda hasonló az az a köti az ebet, igen. igen az. De erről egy kicsit beszéljünk is, ezt ti jogosnak tartjátok? Tehát értem, hogy dramaturgiailag mondjuk nehéz lett volna most egy kutyát oda berakni még a forgatásra állandó szereplőnek, de de amúgy nem arról van szó, hogy azért vinnéd a kutyádat, mindegy, hogy az lakótelep, vagy nem. Igen, ez egy kis tacsit, nem egy nagy Bernát hegyi, tehát ezt azért tisztázzuk, egy kis tacskóról van szó. Szerintem itt a, a, ennek a dramaturgiailag az volt a, a, inkább a szerepe, hogy még inkább éreztessék velünk, hogy, hogy Lenkeni nem ennyire ki van. Tehát, hogy neki ettől el kell szakadnia, akkor ő elszakad. Akkor innen semmi nem kell. Se a kutya, se a virág, semmi. Egy-két virágot vitt talán is kész. Tehát, hogy ő, nem tudom, nekem ez jött le. Lehet, hogy téves. Nekem ebben van egy kicsit olyan érzésem is, hogy, mint ugye büntetné ezzel a az almáikat, hogy akkor a kutya nem jöhet. Hogyha már ebbe belekényszerítettek, mert, mert ugye ezt, hogy kimondja, hogy ha belekényszerítették, akkor ezt a kutyát nem. Na de nem az almáik kényszerítették bele, hanem a magyar állam. Gondolom, egy kisajátítási dolog volt ott. Csak ő zavarja az, hogy a másik kettő nincs kiakadva úgy, mint ő. 1987-ben járunk, tehát azt nem mondhatod, hogy az meg a magyar állam, mert nem. Tehát ki kellett mondani, hogy a... Kádár. Köszönjük, Kádár. Így. Alma és Taki bácsi készerített, tehát most ezt lehetett kimondani. De vajon önmagát nem büntette ezzel, hogy a kutyát nem hozhatta? Tehát, hogy akkor itt mindenkit büntetett lényegében. Oké, okay, és nekem tetszik egyébként ez a gondolat is, hogy lehet úgy, hogy akkor, akkor, akkor menjetek a fenébe, akkor nem jön se a kutya, ne örüljetek, de így is ezzel önmagával is kiszúr, hiszen szerintem azt a kutyát ő is szerette. De akkor mi milyen gazda volt Lenke ha simán hagyná a kutyát. Depressziós, kétségbe esett. sértett. Mert szerintem minden, minden negatív, vagy minden női szereplő egy kicsit, kicsit durván negatív. De én várom, hogy jól ígérjünk. É, igen, bár itt azért a komblós Júci vagy lenkenénit negatív karakterként nagyon nehéz lesz feltüntetni a későbbiekben itt egy picit valóban, de szerintem neki így nagyja... na hát néha egy kicsit beszólogat, de... Nem, nem, nem bocsánat, nem, nem, egy, egy, idegesítő vénbanya, aki állandóan minden, milyen van egy kis zöre, és már rosszul vagyok, rosszul vagyok, állandóan az egész 331 részen keresztül ő rosszul van valami. Rosszul van, mert nem tudom, loptak a boltba, rosszul van, mert, mert a, a világárus nő elvitte a pénzt, és ő napokig azt hitte, hogy 20 ezer forint mínuszban van a kassa, ő rosszul van, mert Madarasi Bandi nem hív vissza a plusz diszkontba, ő állandóan 30, 331 részig rosszul lesz. Ahogy a Fright Edit karaktere is, aki egyébként Fright Edit egy tündéri, nagyon kedves nő, de én az ő karakterét utáltam a legjobban a sorozatban, ahogy az első részben is előjön, neki még a is büdös, második. mert állandóan, vagy a második részben, majd beszélgetni fogunk róla, mert állandóan csak kekeckedik. Jó, és sosem, most, és sosem, elég neki az, ami, ami, van. Pedig azért valójában egy orvosfeleség, ő meg csak egy kozmetikus. És beállíthatjuk hogy a nézőknek a, 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 sorozat úgy, hogy ő valami nagyon-nagyon menő kozmetikus, de hát azért a sorozat nagy részében, miután a szövetkezet megszűnik, ő azért tudjuk, hogy mégiscsak egy kis szobányi, szó szerint egy kis szobányi kis lukban, ablaktalan lukban kelegeti a krémeket, a Gábor Gábor által beinvitált uh, kuncsaftoknak, szóval igazából... Majd egyszer. Igen, de hogy tehát igazából mire, mire veri a nyálát? Ezt szeretném kérdezni, hogy mi... Ó, én, azt, azt megszáfolnám az a kérdés, hogy minden női szereplő unszimpatikus, mert például szerintem egy fantasztikusan szimpatikus női szereplő, az Ábel Anita Júlcsia. Ábel Anita Júlcsia, hogy az apjával való kapcsolata, azt szerintem marha jól van írva. Már most akkor ugrottunk Magenheimékre? Vagy még azért Takácsékat? Mert itt azért Lenke... ő keményen beleszálltál, én csak nem akarom őt megvédeni, csak az, hogy van igaz, minden, tehát a tényleg minden karakternek vannak idegesítő része, amikor tényleg a falat kaparod, hogy ezen most mérkel, és a Komlós utcának, vagy a -nek is van ilyenje. De azt kéne szerintem talán Lenkenéni mentségére felhozni, hogy ő egy nagyon idős ember, egy nagyon régi rendszerben szocializálódott, ahol, ahol tehát ő tipikusan az, aki a, 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 egy csúnya szótól megijed. Most persze, ha kirabolják a boltot, akkor ő, akkor ő beparázik. Persze, hogyha ha ő, ha ő, úgy érzi, hogy ő nála tűnt el tízezer forint, tudod, az a becsületes klasszikus izé. Szerintem emögött is ez van, hogy te túl sokszor találkozol vele mondjuk azért, mert ledaráz tíz részt, ez benne van. De most körülbelül öt évet előre szaladtatok. <laughs> Igen, de itt a karakterről magáról beszélünk. Én még egyébként a Fehér Annának a karakterét, ugye az almát azt megemlíteném, mert annak is van egy olyan érdekessége, hogy ő ugye valahol a lázadó fiatal karakter, meg a, a, nyugati kapcsolat, ugye, hogy mint ilyen idegenvezető, tehát ő az ilyen, aki kapcsolatban van a nyugatiakkal. Tehát, hogy az is egy, egy ilyen korszellemnek megfelelően jól kidolgozott. És most jól emlékszem, hogy ott az idegenvezetőknél a főnöke az a Deziré. Igen, de az második rész. Az már második tehát rész. Mint itt nincs. Én az almára pont ezért csak a második részben szeretnék kitérni, mert ott tudok, tudunk meg róla nagyon sok érdekes dolgot. Most csak annyit tudtunk meg, amit én el is felejtettem, hogy ő az udvarlója volt a Bíró László nevű karakter, a Laci, akinek később ugye majd a kávézójában vagy presszójában fog dolgozni, és őt Epres Attila alakítja, rendkívül fiatalon, tehát a motoros rác, így is lehetne mondani. Én nem is emlékeztem egyébként, hogy neki az udvarlója volt ez régen. Ő volt régen. Sőt, majd egy későbbi részben, nem akarok nagy spoilert lelőni, de a jól emlékszem, én még nem tartok ott most az újranézésben, de a jól emlékszem, akkor a Deziré meg is akarja erőszakolni, és a Laci menti Igen. meg ö, tőle. Szóval azért vannak ilyen durva... Lesz, nácizás is minden. Igen, vannak durva dolgok az első, első részekben. Kicsit ismerünk még meg? Magenheiméken is, ugye, Magenheimék érkeznek meg. Dr. Magenheim, Ádám, mentő mentősorvos Kulka János, Magenheimné Sziksa Júlia, sztárkozmetikus Ádám ajánlásával. Őt Freud Edit alakítja. Egyébként, aki egyébként... Freud-editre, tehát a hangját én imádom. És amúgy is csodálatos, Tudom, tehát itt, itt, itt csak tudom, a, beszélünk, a kara... figyelj, tehát, ezt ez igen. igen ez, mindenképp, tehát hogy én szerintem itt, itt mindenki eszméletlen jó színész. Tehát én a szomszédokat ezért is szeretem, és erre ez nagyon sokszor ki fog térni. Tudod, amúgy is szinkronak nekem ez amúgy is ilyen fétisem. Ö, zseniális a felhozata. Nyilván van egy-kettő gyengúc, de, de Unblock csodálatos, és ott a Freight Edit is közéig tartozik, illetve megismeri még az ő gyermeküket, akit már az Attila előbb felhozott, ugye Magenheim Júlia, vagy Júlcsi, akit ugye akkor még a 13 éves Ábel Anita alakít. Egy dolgot megtudunk már akkor uh, Ádámról, hogy ő a becsület, becsület mintaképe, a becsületesi mintaképe, mert egy jelentet látunk, hogy valaki összeesik az utcán, a tudja, és ő végül is menti meg az életét, hogy újraéleszti, és akkor a, a nő megkeresi őt este az, a saját lakásán, kinyomozta a címét, hát ez, ez nem semmi azért, hogy az 87-ben, igen, ez, 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 ez nagyon horror, 87-ben. 87-ben egy jó helyen kellett, egy jó barát, de abból a bundából kiindulva volt neki. Tehát most költözött oda, és már kinyomozta, hogy hol lakik, és egy borítékot szeretett volna neki átadni, amelyben nyilvánvalóan ö, nem a 500 forintos nem nyert kupon van, hanem valami egészen más. És, Akkoriban ezt úgy mondták paraszolvencia. És hát a maestro az ki volt akadva, hogy neki ez a munkája, vidd a ret retekbe a lét, és hát természetesen Ádám, is, Ádám nagy kedvence, ugye Szikszai Júlia ezen kiakadt, hogy na, Tele vagyunk adóssága, de a nagy fehér az játsza itt a bazári majmot, hogy ő milyen becsületes. Egyébként ez egy visszatérő rész mindig. Állandó, tehát, ugye, igen. Mindig, amikor próbálnak paraszolvenciát juttatni Magenheim doktornak, ő mindig elutasítja, és ezzel ugye mindig ki van akadva az asszony. Én őt kedvelem a legjobban, egyébként. Szerintem Ádám az egyik legjobb karakter. Ő, ő aki egy, hát zömmel kie a kiegyensúlyozottságnak a szobra, egy-két megtőlése, de igen, Ádám, hallom, hogy nem, azt mondja, hogy nem, mert ő tényleg zömmel ugyanazt hozza mindig, egy-két mondjuk számol értetetlen kilengéssel. De 331 részre azt mondta, nincs olyan, aki nem... Azért, igen, neki. tehát ennyi idő alatt mindenkinek jutottak őrületes lejterje a Neki tehát, is voltak, de ő, ő, rajta nagyon ritkán lepöttél meg, akkor így mondom, az ő húzásain. Meg neki az apa karakteri, tehát az apa része a karakterének az nagyon erős ott még. Tehát ő a gyereknevelésben, ugye most a Júlcsiról beszélünk főleg, de majd később ugye lesz még egy, ugye a Flóra. Tényleg, amit te is mondtál, Attila, hogy hogy az ő kapcsolata a lányával, értve a lányaik, egészen más. Tehát, hogy a, a, a Juli sokszor ugye nem bír velük, ugye ideges, stb. frusztrált játsza ezt a, ezt a dámát, és az Ádám mindig az, aki, aki ezt a do ezeket a dolgokat higgadtan kezeli. Ő az, aki tényleg. Egy olyan, kap, olyan kapcsolatot épít a gyerekeivel, illetve most még csak a lányával, ahol tényleg ez a klasszikus apa-lánya bizalmi viszony megvan, hogy ő le tudja nyugtatni. Már az első részben is látjuk, ugye egy Júlcsi tiszta depressziós, neki el kellett költözni az összes barátját, a, a akkor éppen neki tetsző fiút ott kellett hagyni, és az Ádám ezt egy pillanat leszereli. Úgy, hogy egy hangos szó nem hagyja el a száját. Még nem egyszer fehér motoron lovagolt, de mindegy. <síthat> Mivel hogy, mivel, hogy, majd Julcsi is elkezd tínézserkedni, ezért nyilván lesznek vele feszkók, de itt az első részben nagyon szépen leszerelte. Hát itt az meg kell, hogy jegyezzem a szomszédok legide legidegesítőbb dramaturgiai húzását számomra, ez a lovagozás. Majd később mindig lovag. Ja, a Pintértenyő igen. is lovag lesz, a Miller Zoltán is lovag lesz, a mindenki lovag neki. Lehet, hogy akkoriban ezt így hívták. Hát ugye ez egy kicsit olyan dolog, hogy ha megnézzük, hogy kinek a felesége volt Csűrös Karola, ugye Horváth Ádám felesége volt, ugye, a, ugye a szomszédok alkotójának, rendezőjének a felesége volt, és azért úgy is volt a sztori megírva, hogy Csűrös Karolát vagy Etust hiába környékezik a férfiak tömkelege, Esélytelen. Ő esélytelen, tehát hogy azért egy ilyen, de azért ő mindig Viszont kacérkodik. Igen, tehát a hajléktalan válsító a kezdve, a virágdoktor a szóval Én azokat a részeket várom, amikor már úgy beindul igazából. Amikor bepörök. Hát most még csak ugye nem akartak szerintem, hogy a nyakunkba ennyi embert zúdítani. Etusról már beszélnek az első részben is, a második, tehát beszélni fognak róla, de mi még őt nem látjuk. Hát igen. Maga a karakter az egy szerény embernek tűnik, ebből kifolyólag nem, nem, nem igazán urizáló típus, ha akkoriban volt ilyen. Tehát, hogy rajta látszik, hogy, de, 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 mert ő támogatja inkább a családot, félre az unokájának, egy nagyon szűk kört céloz meg a, a, a motyói valamiket gyárt. De mert ugye kell Egyébként nem vesz most mindenki. úgy tudnám elképzelni pillanatnyilag, mint aki a, tudod, a karácsonyi vásáron árulja ezért a kerámia portékáit, <síns> ott szeretik, nyolc városba eljár, és akkor ott mindig megvan az adott célközönsége. Igazából körülbelül őt a mostani világban így tudnám elhelyezni. Ádám <laughs> ez, az arca sok minden, ez, azért, ez az, azért, érdekes, mert egy csomó emeletet feldobálunk egy, egy 30x évvel ezelőtti sorozatról, és igazából egyiknek sincs lövése sem, hogy miért van úgy, de tök jó, itt ki, megpróbálom kitalálni valamit, és lehet, hogy full mellé lövő mindannyian. É, Kulka Jánosról szeretnék, még tudom, hogy ez kicsit spin-off lesz, de nekem meg kell osztanom egy saját gondolatot, hogy amikor a Dr. House, mint, mint, sorozat, ugye a Szakácsi Sándor meghalt, és ő volt a szinkron hangja a Dr. House-nak, akkor ugye nagyon ment a találgatás, hogy ki lesz az új hangja. Ugye nagyon rossz volt már a szegény szakácsinek a végén a hangja, lehetett hallani, hogy nincs nagyon jól. És a Kulka Jánosra esett a választás, és megmondom őszintén, nem csak én, hanem sokan, de én is beleestem abba a csapdába, hogy nagyon féltem, hogy azt a 13 évni Magenheim Ádámos nagyfehérséges kedvességet, azt lefogjuk emi, és ő le fogja -e tudni vetkőzni magáról, hogy tudja alakítani a House-féle, hát nem túl kedves és nem túl empatikus szerepet. És nekem itt a Kulka János ismét rohadt nagyot nőtt a szememben, mert szerintem zseniális volt, amit csinált a House-nál is. Tehát, hogy annyira jól el tudta, tehát velem is el tudta választatni őt, Magenheme Ádámtól. Én csak hát, ennyit fi, akartam Á, Ádám ezzel indította ugye az egész adást, hogy Fantasztikus színészek vannak. Tudom, benne. én is mondtam, és fogom is mondani, csak most, azért, hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, már is hoztam egy nekem példát, amibe be lehet kötni, csak nem javaslom. Az első rész az tényleg gyakorlatilag annyira le volt. Tehát tényleg csak ezt a három családot mutatták be. Megtudtuk, hogy megérkeztek vágásiek, első emelet négy, takácsék, első emelet három, mágénnehemék, első emelet egy. De de Kudlik Júlia is ezt ígérte, és ez történt. Igen. Meg, tehát ő már meg, ő megmondta. A tévében megígérték, mi történt? közmédia, csak igazat mond, megígértem, meg teljesítettük, kész. Ugye, amikor ez a ki, kivel tudna azonosulni kicsit, hogy ezt kérdezted, ugye mondtad Taki bácsit, hogy ki melyik szereplő, akivel ugye én tudok azonosulni, vagy hát mi hasonló helyzetben voltunk, ez abszolút ez a vágási tehát ugye édesanyám pedagógus, apám a vasútnál volt, ilyen vonalon, és pont ebben az időszakban volt az, hogy mi is építkeztünk, de mondjuk nekünk nem kellett, hogy Janka néni kölcsön, hanem nálunk úgy volt, hogy a egyik nagybátyja az építőipari cégtől hazavitt két csapot, anyám kapott 5000 forint prémiumot, és akkor mit gondolt egy család? Hát akkor nekiállunk építkezni, na körülbelül ilyen ez egyébként, tehát hogy ugye a vágássiek is belevágnak ebbe a, az egészbe, ugye össze-vissza mindenféle hitelből, akármire beköltöznek a lakásba, és nálam ez teljesen feküdt most így újra nézve, hogy jé, 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 tehát tényleg most így lehet, hogy anyámé anyámék életét látom pár évvel korábban, mint ahogy ez a sorozat történt. Tehát ebből a szempontból ez nekem még nagyon érdekes volt visszanézve. Erre is soha nem gondoltam volna, mert hogyha csak azt kérdezett, hogy melyik karakter szimpatikus, stb., akkor én is a hely Mádámat mondanám, és elsősorban ugye a tényleg ez az apalánya kapcsolat, illetve a maga a szülői mi volt, tehát a, ahogy kezelés végigviszi az egész sorozaton lényegében. Az első részben nem történt annyi minden, tehát ö, a karaktereket láttuk, nagyon sokat ment az, hogy Lenkenéni, ugye hisztizik, tehát erről nagyon sok idő ment el, mentek ilyen jelenetek, ugye. Cselekmény kevésbé. Ne, van. Igen, megjelent a Laci, mint motoros, tehát hogy akkor. Tehát, tehát rengeteg cselekmény nélküli dolog volt, amiről nagyon nehéz már többet mondani, hiszen csak a karaktereket láthattuk, és ugyanazt a gondolatot, amit most kifejtettünk, mit tudom én, három-négy mondatban, azt ők el, elnyújtották négy percre. Tehát az első rész az ilyen szempontból tényleg egy olyan bevezető volt, ahol abszolút semmi nem volt, csak hogy ezt a három, ezt erről a három csádról fog szólni, nagyjából tud, hogy ki merre, hány méter, mit csinál, honnan jött. Hello! Tehát a szomszédok első epizódja egy olyan sorozat rész, ahol nem történik Semmi. Lényegében semmi. Mind a három család beköltözik, és megismerik a háttérét, hogy honnan jöttek. Ahogy oh, ugye kezdődik vágásség, beköltöznek a lakásba, és amikor körülnézek egyébként, ez valami fantasztikus érzés lehet. Ma is, manapság is, főleg, ha valaki végre egy lakáshoz jut fiatalként, de, de akkoriban szóval... Hogy egy, új saját lakás, ami a első... Saját, nem kell valakihez a igazodni, hanem, hanem Oda a Oda egy lukat, ahova akarsz, anélkül, hogy kérdezned kéne. Igen, főleg az, hogy ugye, hogy Jankanéni néni hátsó kis kucliából, ugye, a, a, kitagadottak, mert hogy ugye a Ferinek nincsenek született, tehát ugye azt is megtudjuk, hogy ő árva gyerek, állami gondozott, a jut, Jutkát ugye kitagadta lényegében a, az apja anyja, ott a kis kucliba húzzák az apja. Okat, tehát ez onnan igazából, nem csak, hogy simán egy ah oh, szereztünk egy saját lakást, mind ahogy mondjuk helyéknek is ott az, az első saját lakásuk, Ugye? Úgy tűnik, de ez nekik egy akkora lépcső megugrás. Tegyük hozzá, hogy te is szabadulni akarnál. Tehát aki vagy tagadva, hanem. nem. Igen, és Jankan itt az elején nem egy karvaj, mint később, egy nagy piás csak, hanem... Az még nincs, meg a, egy ilyen, tudom, a, a pia még nincs. Igen, de igen. hogy itt, itt csak egy, egy ilyen tipikus gonosz valaki, aki hát a befogadlak, de azért szóval picsogok miatta. Ez, ez a szociopata. Tehát, hogy és vigyétek el azt a izét, azt a komódot létszi. Hú, de csúnya az a komód. Sőt, meg nem merészeljetek nem örülni, és ne adjátok el, ugye, mert ezt még külön hozzá. Igen. Ezt el nem adhatjál, De mert? utána az első gondolatok kapásban az volt, hogy meg se venné senki. <gül> 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 ugye ezen ott, amikor lerakták ott a, a nappali közepére, hogy hova a fenébe tesszük, akkor ugye megy ezen a gondolkodás, hogy ó, basszus, itt eladni se tudjuk. És nem azért, mert megtiltotta Janka néni, hanem azért, mert nincs, aki megveszi. Új Szomszédok podcast legközelebb január 26-án érkezünk. Gizur Gergő, Melodatila és valamennyi munkatársam nevében pedig köszönöm a mai megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.